A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Tartományi Gazdasági Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság idén is megjelentette az önfoglalkoztatási pályázatát. Az egyszeri visszanemtérítendő térítendő támogatást munkanélküliek vehetik igénybe abban az esetben, ha saját vállalkozást szeretnének nyitni. A Tiszament Információs Fejlesztési Központ tartott ezzel kapcsolatban ingyenes képzést mindazon személyeknek, akik igénybe szeretnék venni a támogatást. Ez egy olyan támogatási forma, amit munkanélküliek vehetnek igénybe abban az esetben, hogyha vállalkozást szeretnének nyitni. A pályázati kérelem dokumentációja csak abban az esetben lesz komplet, hogyha a munkanélküliek részt vesznek egy olyan képzésen, ami tanúsítványjal jár, és ez a képzés gyakorlatilag a vállalkozásnyitás alapjairól szól, valamint azokról a feltételekről, amit maga a pályázat megkövetel. A képzésen 13 munkanélküli vett részt, akik fejében megfordult az ötlet, hogy vállalatot szeretnének létrehozni. Az előadás magyar nyelven zajlott, annak érdekében, hogy a megjelentek a legmagasabb szinten elsajátítsák a hallottakat. A rendszer által nyújtott képzési nyelv, vagyis a szernyelv, nagyon sokak számára nem felel meg, és a Tiszaventi Információs Központ több mint 5 éve tartja ezeket a képzéseket. Először egy pályázati lehetőség adott rá okot, hogy munkanélkülieket, illetve kezdő vállalkozásokat támogassunk szakmailag. És ebben az esetben is, és már több visszajelzés is volt, hogy nagyon fontos a hallgatóknak az, hogy értsék, hogy miről van szó. Egy vállalat létrehozása és működtetése nem könnyű feladat, hisz gyakorlatilag a KFT tulajdonosának a megélhetéséről szól. Igazából igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy a leendő vállalkozóknak segítsünk a döntéshozatalban, ugye a vállalkozások lehetséges jogi formáiról, annak esetleges adóvetületeiről, arról, hogy milyen költségekkel lehet számolni egy vállalkozás során. És ugye a második részében az előadásnak viszont egy üzleti tervet fogunk együtt kidolgozni, hogy megkönnyítsük a pályázóknak ezt a munkát. A vállalkozók számára nagyon fontos, hogy ne csak a pozitív oldalát ismerjék meg a vállalat megindításának, hanem tisztában kell lenni a buktatókkal is. Valamint a Tisza Menti Információs Központ dolgozói azt is szem előtt tartják, hogy a vállalkozók ne csak most informálódjanak, hanem a vállalatuk működési ideje alatt is, hisz a céget nem csak megnyitni kell, hanem működtetni is.